Egy forrás kiadványnak nem célja az események pontos rekonstruálása. Olvasható az Itt élned, halnod kell című könyv előszavában. Az 1956-os tatai eseményeket feldolgozó könyvben megjelenő dokumentumok egymást kiegészítve ismertetik meg az olvasóval a forradalom időszakát, annak bizonyos részleteit. A tatai 56-os történéseket már több alkalommal feldolgozták más-más nézőpont szerint. A 60. évfordulóra megjelent könyv szerkesztésénél az egyik fő szempont az volt, hogy az eddig elért eredményeket összesítsék és a korábban megjelent anyagokat kibővítsék. A fő cél az az, hogy 2016-ban a tatai 56-os forradalomról mit lehetett tudni, hogyan láttunk neki ennek a feladatnak. Egyrészt áttekintettük az írott forrásokat, ezeket külön tudtuk elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy összegyűjtöttük azokat az 56-os dokumentumokat, amelyek kifejezetten a forradalom időszakában készültek, és a nagy közönség számára nem voltak elérhetőek. Például a Kukáért jegyzőkönyvek, ahol nagyon jól lehet látni azt, hogy egyes személyek milyen módon közelítették meg a forradalmat, milyen vágyaik voltak, és hova szerették volna tovább vinni a szabad Magyarország sorsát. Másrészt személyes iratok, amelyek már részben a forradalom leverését követő időszakban jelentek meg, ahol a remény még a kezdeti időszakban nagyon erősen megjelenik, akár az ENSZ közbeavatkozását remélve, akár azt, hogy azért Magyarország nem fog teljesen visszafordulni azon az úton, amelyet elindítottak. De hát ezek az írott források, ezeknek a szerzőit már nem tudtuk megkérdezni. Számomra a legizgalmasabb területe az volt, hogy a még élő 56-osoknak, illetve a fontosabb eseményeknél részt vett, vagy vértanúvá vált 56-osok leszármazottaival tudtunk interjúkat készíteni, és ezzel bővítettük ki jelentősen azokat az ismereteket, amik az előző könyvekben nem tudtak megjelenni. Ez a kötet, ahol először lesz olvasható Fasing Sándornak, a rendőrségi sortűz mára egyetlen túlélőjének emléke is nagyon tanulságos. De ugyanígy ez a kötet lesz az, amelyik a tatánszolgálatot teljesítő végzett műegyetemistáknak az emlékeit összefoglalja, és egy egészen más szempontból kívülről tekint a tatai forradalomra ezek az emlékek, de mégis pontos dátumok, az események egymás utániságában megjelennek. Nem utolsó sorban ezek a személyek nagy szerepet játszottak abban, hogy a hadsereg nem egész hideg fejjel tudott gondolkodni, hiszen a műegyetemisták kapcsolatban voltak a pesti műegyetemistákkal, és sokkal előbb értesültek a valós eseményekről, amik Budapesten zajlottak, mint ami adott esetben a távbeszélőn vagy a telefonon megérkezett a laktanyában. Tehát tényleg nagyon ki kell emelni az ő szerepüket is. Másütt már jelent meg, de itt is teret biztosítottunk annak, hogy az olimpiai edzőtáborban levő sportolók sportorvosnak a visszaemlékezése. Ők a baji laktanyán fele haladókról tudtak mesélni, mert ők zárt táborban voltak, a városban zajló eseményekről nem tudtak nyilatkozni. És végül, de nem utolsó sorban, egy olyan baji túlélőnek a visszaemlékezését is tudjuk közölni, Szám Jánosét, aki ott volt a helyszínen, amikor az a végzetes sortűz eldördült a laktanyánál. Én azt gondolom, hogy ezek mind rávilágítanak arra, hogy ebben a könyvben már ismert és még nem ismert források fognak megjelenni, amely nem azt jelenti, hogy nem lehet ezt bővíteni. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan tataiak, akik rendelkeznek még információval, és bízom benne, hogy a könyv olvasása után meg is fogják osztani azt velünk, hogy a következő évfordulóra még gazdagabb lehessen, és még pontosabb információkkal szolgálhasson a kiadvány.